180 perc Mong Attilával. Negyed hét van. Az éjszaka az országgyűlésben elfogadták az új médiatörvényt. Az érvényben lévő törvény és a rádió szabályzata szerint hírhez véleményt nem fűzhetek. Ezért a szerkesztővel Bogár Zsolttal egyetértésben most egy percig inkább néma csendben maradok. Az új médiatörvény miatt tehát a 180 percből egy perc csend következik. Ez egy rettentő veszélyes szöveg, és ezen mit sem változtat az, hogy ezt nem alkalmazzák, vagy nagyon kevésszer alkalmazzák. Tehát az, hogy atomfegyverek árnyékában élünk, attól még a biztonságunk fenyegetve van, attól is, hogy függetlenül attól, hogy az atomfegyvereket használják, vagy nem. Tehát ezt a hasonlatot szoktam erre mondani. 2010 decemberében a Magyar Rádió reggeli műsorában dolgoztam műsorvezetőként, amikor elfogadták a médiatörvényt, és a szerkesztőmmel, Bogár Zsolttal közösen úgy döntöttünk, hogy egy perc csenddel emlékezünk meg erről a fontos, a magyar demokrácia szempontjából fontos történésről, és utána emiatt természetesen nagyon más irányt vett a pályám. Először is egy több hónapos ilyen részben jogi vitába bonyolódtunk a Magyar Rádióval, aminek a vége az lett, hogy mind a ketten eljöttünk a rádiótól. Pontosan lehetett érzékelni, hogy mondjuk 2010 decemberére már jelentősen megváltozott a Magyar Rádió vezetése, és többek között ez is vezetett ahhoz, hogy az egyperces csendig eljutottunk, ami azért egy elég kétségbeesett akció volt, így visszatekintve is a részünkről. Azt pontosan tudtuk, hogy valamilyen szankció vagy retorzió ér bennünket az események után. Ilyen fejjel visszagondolva, én nem gondolom, hogy ezért érdemes volt 1989-ben az utcára vonulni, hogy aztán 20 évvel később egy ilyen médiatörvény keletkezzen. Tehát ezért azt gondolom, hogy nem változott meg a véleményem a törvénnyel kapcsolatban, és leginkább minden olyan, nagyon sok olyan esemény van, ami igazolta azt, hogy a médiatörvény és a médiatörvény által képviselt szellemiség, mert a kettő az nem nagyon elválasztható egymástól, az veszélyes a magyar demokráciára. A médiatörvényt, hogyha végigolvassa az ember, akkor az szűrődik le, hogy az újságírást, mint olyat, és a nyilvánosságot, mint olyat, azt a törvényhozók veszélyként értékelik, nem egy olyan eszközként, ami segíthet Magyarország fejlődésébe, vagy segíthet a magyar demokrácia jobb áttételében. Tehát mindez hat, függetlenül attól, hogy ezt alkalmazzák, vagy nem. És persze a médiatörvénytől függetlenül is az elmúlt 20 évben nagyon sok olyan folyamat volt, ami károsan befolyásolta a nyilvánosságot, a média gazdasági és tulajdonviszonyai, a reklámpiac, tehát nagyon sok ilyen tényezőt lehet mondani, ez mind együtt hat az újságírásra. Amilyen nagyon gyakorlati tapasztalatom az volt, amikor a médiatörvény hatályba lépett, tehát a fél éves türelmi idő után hatályba lépett. Én nagyon sok kollega szemében láttam, és mondjuk beszélgetésekben is elhangzott, hogy teljesen tanácstalanok azzal kapcsolatban, hogy ezt a törvényt hogyan fogják alkalmazni. És szerintem, hogyha tanácstalanság van egyes fogalmak értelmezésével kapcsolatban, hogy mit ért a médiatörvény az emberi méltóság védelmén, vagy a kiskorúak védelmén, vagy a sokat vitatott kiegyensúlyozottság szabályán, az már önmagában probléma. A médiatörvénynek bizonyos értelemben a pozitívuma, hogy sokkal nagyobb a figyelem a sajtószabadsággal kapcsolatos témák, a közmédia működés és általában véve is a média megnyilvánulásaival szemben. Tehát míg korábban egy-egy tévériport, akár közszolgálati, akár magántévé riport olyan különösebb nagy vihart nem kavart, addig most az elmúlt két évből számosat tudunk mondani, amivel foglalkoztak, foglalkozott a közélet, közéleti vita alakult ki, és ez szerintem nagyon jó.